Két amerikai hír, az egyik fontos, a másik érdekes. A washingtoni képviselőház majd a szenátus is megszavazta a koronavírus válság ellensúlyozására hivatott 892 milliárd dollár összegű gazdaságösztönző csomagot. A másik érdekes hír pedig, hogy Joe Biden megválasztott amerikai elnök élő tévéadásban adatta be magának a koronavírus elleni vakcina első adagját. Az Egyesült Államok tehát új korszakot kezd, egyfelől kilábalni próbál abból a borzasztóan drámai helyzetből, ami sújtotta a koronavírus válság miatt, és maga mögött hagyja Donald Trump elnököt. Itt van velünk a vonalban Lakatos Júlia, a Méltányosság Politika Elemző Központ nemzetközi igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan jellemezni az Egyesült Államok pillanatnyi hangulatát így az óév lezárultával? Az amerikaiak mennyire tudták elásni a csatabárdot? Az a bizonyos megosztottság, amiről sok szó esett, hogy az amerikai társadalom végletekig megosztott lett Trump elnöksége alatt, az most várhatóan szépen elsimul-e, mármint a feszültség, és mik a legfontosabb dolgok, amelyeken majd le lehet mérni, hogy Joe Biden végül is a hozzáfűzött várakozásokat mennyire tudja valóra váltani? Hát úgy gondolom, hogy a polarizáció az egyfelől nem most kezdődött, tehát egy puszta választás és elnökcsere nem is tudja ezt megoldani. Sőt, ha valami ezt ki fogja élezni, már ha egyetlen el lehet képzelni azt, hogy ezt a helyzetet tovább lehet élezni, de sajnos azt látom, hogy berögződtek az irányvonalak, és egyébként a koronavírus pont azt mutatja meg, hogy az Egyesült Államokban egyszerre működik mind az individualizmus, mind pedig a közösségi szemlélet, és nagyon számít, hogy kinél mit szólítanak meg. Ugye a republikánusok inkább az egyéni felelősségvállalást és azt, hogy nem lehet a közösség érdekében lezárni az egész országot, a demokraták pedig inkább azt, hogy a közösség érdekében le kell zárni az egész országot és meg kell védeni az embereket. Az Egyesült Államok nem úgy működik, mint Európa. Sokkal kevésbé hajlandóak az emberek elfogadni az állami beavatkozást. Innentől kezdve hát ténylegesen egy drámai helyzet van az Egyesült Államokban, amit nagyon nehéz elhinni, hogy pont náluk lehet egy ilyen helyzet. Most ehhez képest az, hogy Joe Biden lett megválasztva, a demokraták szempontjából jobban várják a januári beiktatást, mint a karácsony. Tehát tényleg egy hasonló csodavárás van, mint Barack Obama-nál. Kicsit más jelleggel, de azt várják tőle, hogy egyfelől most már egy felelősségteljes kormányzás lesz. Helyreáll a régi rend, helyreáll az Egyesült Államoknak a nemzetközi súlya, és a gazdaság az helyre billen. És ha azt nézzük, hogy mi az, amivel egyébként le lehet mérni a bizalmat, akkor szerintem mindenképpen az, hogy hogyan fogja kezelni a gazdasági válságot. Ez egyébként egy olyan mérő szám, vagy egy olyan személyes tapasztalat, ami csökkentheti a republikánusok vagy a Trump szavazóknak az ellenérzését Joe Biden-nel szemben. Igen, hát a gazdaság az mindig is, ugye, the economy stupid, ez ugye egy régi szállóige, de ha belegondolunk, akkor hosszú ideig Trump alatt az emberek általában viszonylag elégedettek voltak a gazdasággal. Csak amikor a vírus jött, akkor romlott igazán a helyzet, hiszen Trump egy hatalmas adócsökkentési csomagot tudott keresztülvinni. Mondhatni, egyáltalán nem biztos, hogy Trumpnak köszönhetően, de nem akadályozta azt, hogy a gazdaság jól szerepeljen. Tehát tulajdonképpen Bidennek most egy egyszeri drámát kell helyrehoznia, nem egy Trump által folyamatosan 4 éven át elfuserált gazdaságot, ha jól látom. Mindenképpen azt kell látni, hogy az Egyesült Államok nagyon nagy része elégedett volt azzal a kormányzással, amit Donald Trump végzett, mind gazdaságilag, de egyébként ideológiailag is. Tehát, hogy nem volt ez egy akkora nagy győzelem Bidentől,
még akkor is, hogyha a saját szavazói számára ez egy borzasztó jelentőségteljes dolog, és tényleg fellélegeztek, hogy azt tudjuk mondani, hogy valami megváltozott most Amerikában. Én ezt azért nagyon óvainteném magunkat, hogy túldimensionáljuk a Biden változás jelentőségét a tekintetben, hogy mit gondol Amerika a világról, és hogyan látja. Tehát, hogy ettől ténylegesen nem fognak megszűnni azok a nagyon mély társadalmi ellentétek, amik léteznek. Valóban a vírushelyzet okozta válságot kell majd Bidennek gazdaságilag kezelni, és egyébként ezzel nincsen egyedül a világban. Tehát, hogy ez most egy olyan helyzet, ami nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz a vírusnak hosszú távon, meddig fog ez elhúzódni, és hogy milyen módon lehet utána helyreállni ebből. Úgy gondolom, hogy azért Biden annyiban támaszkodni fog a Trump stratégiára, hogy ő is nagyon sokat hangoztatta azt, hogy habár visszalép azokba a szerződésekbe, amiből ő kilépett, de azért újra fogja tárgyalni, hogy Amerika egy jobb díjat kapjon. Ilyen szempontból nagyon is kikacsinkatott Biden a Trump szavazók felé. Igen, az amerikaiakat egyébként nyilvánvalóan jóval kevésbé érdekli a nemzetközi helyzet, mint a saját országuk gazdasági helyzete és a saját családjuk és pénztárcájuk helyzete. De hogyha európai szemszögből nézzük, akkor tulajdonképpen, amit mond, úgy kell érteni, hogy például a NATO szövetségesekkel szemben azért Biden sem fogja azt mondani, hogy ó, hát nem kell azt a nagy védelmi kiadást olyan borzasztóan komolyan venni, tehát nem fog visszamenni ahhoz az engedékeny stílushoz, amit az európaiak azért sokáig szerettek kihasználni. Ugye Trump volt az, aki nagyon-nagyon követelte az európai védelmi kiadások növelését. Mire lehet számítani a tekintetben? Én Joe Biden-nél szimbolikus lépésekre számítok. Szerintem viszonylag kicsi a mozgástere a tekintetben, hogy ilyen nagy ívű átalakításokat tegyen. Nem ez az időszak, amikor ilyen mértékben túlterjeszkedne a lehetőségein az Egyesült Államok. Pont azért, mert van egy nagyon erős belső elvárás, hogy most a saját gazdaságára koncentráljanak. Viszont szóban, vagy akár olyan jellegű vállalásokban, amelyek nem igényelnek komolyabb gazdasági, katonai vagy egyéb jellegű támogatást, az ilyen dolgokban biztos vagyok benne, hogy nagyon erősen ki fog állni Joe Biden, amit láthatunk a kampányban is. Az, hogy a demokráciát támogassa, az, hogy a környezetvédelmet, klímavédelmet támogassa, én úgy gondolom, hogy az ilyen dolgok mellett nagyon erősen ki fog állni, és nyilván egy erősebb szövetségre fog törekedni, mint Európával, mint pedig a világ egészével. Egy kicsit tényleg az obamai érába fog visszamenni, ugyanakkor ezt is hangsúlyozik-e, hogy nem ugyanazt fogja csinálni. Tehát szerintem lesz egy nagyon erős törekvés arra is, hogy ne egy Obama kettőt lássanak benne, hanem egy önálló politikai irányzatot, egy önálló elnöki stratégiát, és hogy ebben megkülönböztesse magát. Már azért sem mehet vissza az Obama időszakba, mert közben Kína egészen nagyot lépett előre a nyomulás terén, tehát sokkal nagyobb vetélytársa az Egyesült Államoknak most már globális szintéren. Várható-e Bidentől az, hogy a Trump által elindított kemény vonalat legalábbis a retorika szintjén folytassa, illetve a kereskedelmi háborúskodásra mennyire lehet hajlamos Biden Trumphoz képest? Én egy pragmatikus politizálást várok. Tehát minden amerikai elnök egyszerre üzletel Kínával, és egyszerre próbálja megőrizni a domináns helyzetét. Hogy ezt milyen hangsúllyal teszi, azt már elnöke válogatja, nem engedheti meg az Egyesült Államok, hogy tálcán kínálja a Kínának a globális vezető pozíciót. És azt szerintem Joe Biden sem fogja tenni. Én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben folytatódni fog az amerikai politika, és fontos, hogy azt is lássuk, hogy az Egyesült Államoknak a külpolitikai érdekei, vagy általában az érdekei nem változnak 4 évente. Tehát nem az elnök választás határozza meg annyira az irányvonalat, sem mint ténylegesen a világpolitikai helyzet alakulása, mind technológiai értelemben,
mint például az olyan fejlesztésekben, mint a vakcina, az Egyesült Államoknak szerintem nagyon is érdeke, hogy visszavegye a vezetést, vagy pedig a globális dominanciát ezekben a kérdésekben. Erre egy abszolút látok törekvés Joe Biden részéről. Végül arról, hogy Biden egyáltalán nem fiatal ember, 78 éves, viszont van egy alelnök nője, aki ráadásul részben ázsiai, részben fekete gyökerű, tehát nagyon sokan beszélnek arról, hogy egy egészen új korszak következik a demokraták reményei szerint. Ha majd Biden a következő alkalommal nem indul, akkor egy jóval baloldalibb demokrata párt próbálhatja meg hosszabb időre bevenni a Fehérházat. Látja ennek esélyét? Hát azért addig még sok víz lefolyik a Dunán, meg más folyókon is. Én ténylegesen úgy gondolom, hogy ez egy fontos szimbolikus lépés volt, hogy Kamala Harris választotta maga mellé alelnöknek, viszont nem szabad túldimenzionálni sem az alelnöki szerepet, még akkor is, hogyha valószínűleg őt indítanák a jövőben. Az, hogy mennyire megy ki baloldalra a demokrata párt a jövőben, és itt azért a baloldaliság fogalmát is elég erős forráskritikával kell európai szemmel nézni, tehát hogy mennyire fog úgymond elmenni mondjuk egy szociáldemokrata irányba a demokrata párt, az még nagyon nehezen megjósolható, hiszen attól is függ, hogy például milyen republikánus ellenjelölt lesz. Hogyha újból egy Trump karakter lesz, vagy hogyha egy hagyományosabb mainstream republikánus lesz, akkor teljesen más jellegű jelölt kell majd vele szembe, ezt még előre nem láthatjuk. Azt kizárja, hogy Trump újrainduljon, próbálkozzon? Nem tartom valószínűleg, de nem zárnám ki, tehát Donald Trumpnál azt láthattuk, hogy semmi sem lehetetlen, mondjuk ő sem lesz már fiatalabb, de ugyanakkor azt hiszem, hogy a napjainkban nyugodtan kimondhatjuk, hogy a kor és az időskornak az értelmezés az teljes mértékben megváltozott, főleg az Egyesült Államokban, és főleg egy olyan társadalmi rétegben, amiben Trump mozog. Tehát semmi sem lehetetlen. Egyelőre úgy gondolom, hogy nagyon fogja élvezni a válogatott golf pályákat a világban. Nagyon szépen köszönöm Lakatos Júliának, viszont hallásra, minden jót kívánok. Köszönöm a meghívást.